Dolgozott megyebeli és megyén kívüli felnőtt csapatoknál, de mindig az utánpótlás képzés volt a szíves ücske. Németh Károly korábban a Bozsik program megyei instruktoraként igyekezett felkutatni a tehetségeket, a jövőben pedig a megyei szövetség szakmai igazgatójaként igyekszik majd mindent megtenni azért, hogy egyetlen ígéretes labdarúgó palánta sem maradjon észrevétlen. Gyakorlatilag a Bozsik program újjáélesztésekor jött létre ez a szakmai igazgatói poszt. Ez a megyében felelhető minden olyan utánpótlás rendezvényel kapcsolatos labdarúgó tevékenység, illetve ezen belül a női futball, futszál, akkor a strandfutball, akkor a fogyatékosoknak a futballja, illetve az iskolai futballtól kezdve egész az egyesületéig, tehát minden egy nagyon széles kör, amit magába foglal, és ennek a szervezése, vezetése, koordinálása, ez a feladat tulajdonképpen de jó éjba. Tennivaló sok van, de a legfontosabb a korábban sikeres Bozsik program újraélesztése. Ez takaréklángon égette és takaréklángon ment. Ez azt jelenti, hogy a Nusinupi programban a gyerekek azért versenyeztetve voltak valamilyen szinten, viszont új lendületet kell, hogy kapjon. Na most itt az OTP a MOL beszállásával, a MLS megújulásával, erre van anyagi háttér, anyagi fedezet, és ezt nagyon szépen ki lehetne használni, és ezért dolgozunk, hogy azok a pillérek, amin nyugszik a Bozsik program, tehát az intézmény, az egyesület és a kibontakoztatási program, ez a három pilléren keresztül minél szakszerűbben és minél jobban tudjuk ezt a munkát végezni. A cél az, hogy egyetlen teljesítés sem kallódjon el, persze arra is szükség van, hogy a fiatalok elérhető célt lássanak maguk előtt. Ezen elsősorban a Nyíregyháza futballvezetőinek kell gondolkodni, mert addig, amíg nincsen olyan föllelhető csapat, aki nem csak névleg, hanem gyakorlatilag is számít a tehetségeire, addig azért nagyon nehéz a dolga a megyében dolgozó utánpótlás edzőknek, illetve hát akár a Nyésújnál is. Tehát ha mennyiben egy olyan koncepció, hogy nem csak szóban, hanem tettekben is számítanak a saját utánpótlásra, és erre van türelem és idő, akkor látja a megyében dolgozó többi kollega is, hogy érdemes Nyíregyháza felé áramoltatni a tehetséget. Amennyiben nem, mert a külföldi játékosok vagy a pillanatnyi életben maradás, feljutás vagy kiesés kérdése döntőbb és fontosabb mondjuk egy Spartakus szempontjából, és nincs türelem az utánpótlás beéretésére, akkor gyakorlatilag ezek a gyerekek elvándorolnak is. Ennek a szemtanúi lehetünk az elmúlt 7-8 évben, sajnos ezt ki kell mondani, ez így volt, mert tények bizonyítják, és hát elsősorban ez lenne az, hogy egy olyan koncepció, ami mellett kitart a megye legfontosabb csapata, azt kell mondjam, akkor a Spartakus vezetése is, illetve a város valamilyen szinten legalább hajlandóságot mutat arra, hogy legalább ezt a részét támogatja, ha már a profi futballt nem is, és akkor elképzelhető, hogy valamilyen szinten akkor megfordul ez a folyamat, és lesz értelme és eredménye annak, hogy foglalkoznak az utánpótlással a megyébe. A júliusi pihenő után beindul a Verkli, az utánpótlásban dolgozó szakemberek kiválasztókon térképezik majd fel a megyei utánpótlás. A szakmai igazgató biztos abban, hogy a jövőben egyetlen teljesítésen tűnik el a sülyeztőben.